ezt a szakmát számítógéppel nem lehet csinálni. Csodálatos egy szakma, én nagyon szeretem. Középkorban, történészek szerint, a kovácsok nagyon megbecsült emberek voltak. Mindent a kovácsok készítettek. Például itt a várban a lópatkolástól kezdve a páncélokat, a kardokat, a használt eszközöket mind a kovácsok készítették. A 1959-ben 8. jártam, és mikor mentem az iskolába, egyik utcában egyik kovács, mindig kiabáltak, hogy gyere be, visszafele haza, akkor megint egy másik kovács volt, tehát több kovács is dolgozott egy helyiségben. És akkor annyira jártam, keltem, és akkor nagyon megszerettem a kovácsmesterséget, úgyhogy a 8. után elmentem kovács inasnak, kovács tanulónak. Először is én két idős kovácsmesternél tanultam, csodálatos két ember volt. Attól a perctől kezdve nekik az volt az érdekük, hogy minél hamarabb megtanuljam a szakmát, mert ők csak idősek voltak, és akkor már második, harmadéves voltam, amikor már önállóan dolgoztam. Hát itt a várba, miután nyugdíjba kerültem, ide kellett jönni, akkor be kellett üzemeltetni a kovácsműhelyt, és állandóan jönni kellett bemutatni. Jöttek a csoportok, és közben fejlődtem én is, akkor kis ajándéktárgyakat szoktam készíteni mindig, még mai napig is, ilyen kis szerencsepatkót, szívecskéket. Van olyan csoport is, hogy csak akkor jönnek, hogy a Kovács bácsi itt dolgozik a kovácsműhelyben. Tátó száját figyelik, hogy melegítem a vasat, akkor hajlítom a vasat, és dolgozok a kovácsműhelyben. Én nem szeretek leállni. Én ameddig tudom, és ami erőm van, és ezt meg is csinálom. Minden reggel, mikor fölkelek, azon gondolkodok, hogy mit fogok csinálni. Nem véletlen mondják azt, hogy addig is davasat, amíg meleg. Ez nagyon kovácsokra illik.